Jó estét kívánok, üdvözlöm Önöket! Ma délután hallgatói fórumot szervezett a hallgatói hálózat. Már pénteken egyik aktivistájuk elmondta itt, hogy ez nem egy hierarchikus szervezet, tehát nincsenek elnök, alelnökök és nem tudom én kicsodák, hanem hogyha dönteni akarnak, akkor összehívják a tagságot és mindenki elmondhatja a véleményét. Na ez történt ma, és ennek eredményeként elfogadtak egy 5 pontos javaslatcsomagot, és ahogy azt már elmondtuk többször, a fórum után a diákok, az már nem a hallgatói hálózat szervezése, vagy hát nem egy előre bejelentett demonstráció volt, mondhatjuk, hogy spontán megmozdulásként rövidebb időre elfoglalták a Petőfi hidat, most pedig vonulnak a Kossuth térre a parlament elé, úgyhogy majd onnan is bejelentkezünk a helyszínről, a kollégánk elmondja a legfrissebb híreket, hogy mi történt eddig és mi várható, azt a hallgatói hálózat egyik aktivistája, Füzesi Károly mondja el. Jó estét kívánok, üdvözlöm. Hát akkor hogyan tovább? Hát nekünk hosszú távú céljaink vannak. Ami most történik, az csak a legeleje mindennek. Egyrészt fontos ugye azt is tudni, hogy ami el is hangzott, hogy Szegeden is most bennünknek a kormányhivatalban. Igen. Többen az EHÖK és a hallgatói hálózat tagjai. Holnap lesznek fórumok, holnap meg holnap után Pécsett és Debrecenben. És hát igazából mi ezt az egészet már régen-régen azért csináljuk, hogy elkezdjünk együttműködni, és elkezdjük megpróbálni elérni a céljainkat végre. Hát ez volt az utolsó csepp a pohárban, ez a 10.500 főre csökkentett államilag meglátogatható helyek száma? Nagyon érdekes volt. Egészen véletlenül aznapra egy nagyon nagy plénumot hívtunk össze, és volt egy megbeszélés, és hát a leggyorsabb, mert hallottam, hogy ön is számunk kérte a másik aktivistánkon, aki itt volt, hogy hát miért nem csinálunk már valamit, hát így is nagyon, hogy mondjam, nehezen sikerült ezt összeszervezni. Tehát, de várjon, tehát mielőtt bármilyen félreértés, én nem kérek senki, tényleg, tehát nem számunkérés volt. Én csak... jogos. Nem, tehát nem önt akarom helyreigazítani, szó nincs erről, inkább a nézőkedvéért mondom, aki mondjuk esetleg nem látta pénteken, tehát én akarom ezt elmondani. Tehát, hogy nem az a lényeg, hogy most akkor én nekem mi a szerepem ebben, nekem az a szerepem, hogy kérdezzek a kollégájától, tehát a másik aktivistától, de ugyanúgy öntől is ezt fogom, mint ahogy megkérdeztem a HÖK egyik vezetőjétől is, hogy fiatalok, a lendület, a hév, a nem tudom, a tűz van a fiatalságban, tehát, hogy gyárilag, tehát, hogy ez a korosztály, ez erről híres, hát hogyne. Ehhez képest tényleg lassan mennek a dolgaik. Én nem azt kértem számon, hogy mikor vonulnak utcára, hanem hogy a tiltakozásnak egészen konkrét formái, például ez a mai 5 pont. Tehát ezt kérjük. Tehát, hogy olyan lassan mennek az önök dolgaik, én azt látom. A minisztérium azt mondja, hogy tárgyalunk, önök néha, mármint a hallgatók önök, megnyilatkoznak, hogy nem is igaz, hogy tárgyalunk, tehát, hogy ilyen így, miközben hát súlyosan a bőrükre mennek ezek a döntések. Szóval ez történt eddig, de ma már megvoltak a fórumok, és megszületett ez az 5 pont. Ennek most mi lesz a sorsa? Eljuttatják a minisztériumba? Hát én nagyon remélem, hogy ez már eljutott a minisztériumba, hiszen onnan is tudjuk, hogy eljutott a minisztériumba, hogy a minisztérium kiadott egy közleményt, amit hát nem is tudok nagyon máshogy apostrofálni, mint hogy egy nagyon cinikus közlemény volt. Ezt felolvastak a fórumon, és hát el tudják képzelni, hogy milyen fogadtatásban részesült ez a közleménynek nevezett valami. Hát szóval, hogy lehet ez igazából hozzászólni? Tehát, hogy nem csak, hogy megtörténtek ezek az intézkedések, amik megtörténtek, hanem tényleg teljesen hülyének vagyunk nézve. Tehát, hogy úgy tűnik, hogy a tárgyalás az még mindig nem fog létrejönni. Tehát, hogy itt azért történik ez a mai demonstráció, mert nincsen más eszköz már a kezünkben. Hát ugye ma a parlamentben elhangzott, amikor politikusok, ellenzéki politikusok szólították meg az oktatásért felelős helyettes államtitkárt, vagy államtitkárt, hogy tehát ő kikérte magának, hogy ez nem tandíj. Hát nem, tehát nem úgy hívjuk, de hát mondjuk egy tandíjhoz képest meg a sokszorosa már, mint forintban, tehát költségben. Gondolja, hogy ezeken az intézkedéseken most a megmozdulások hatására változtatni fog a minisztérium? Hát ez az első lépés. Azt hiszem, hogy most nem fog változtatni a minisztérium, de azt remélem, hogy ez a fiatalos hév, tűz és hevület, ami van bennünk most már talán valamennyire, mert tudom, hogy ez nagyon érdekes kérdés, mert hogy a fiatalos hév és tűz és hevület az most a fórumon volt meg, mert hogy ott voltunk együtt, és együtt hoztuk meg végül is ezt a döntést, hogy elindulunk, kimegyünk az utcára. Uh-huh.
A hallgatói hálózatnak igazából nem ez volt, szóval, hogy amikor mi azon gondolkoztunk, hogy mi fog ma történni, akkor volt egy csomó forgatókönyvünk, de ez nem volt köztük. Tehát ezt ott a helyszínen döntötték el. Így van, ez a fórum döntése volt. Közben mondom a nézőknek, meg önnek is, hogy az Index élő tudósítását, vagy képeit láthatják a nézők, tehát az Index munkatársai rögzítik ezeket, vagy közvetítik ezeket a képeket. Hát a Bajcsi-Zsilinszky úton vonultak eddig, most így ebből a közeli képből én meg nem mondom, de az a lényeg, hogy tehát a hídon átjövőre Budáról átélve Pestre vonulnak a parlament felé. Ez lehet, hogy már az Alkotmány utca, de inkább csak sapkákat látok, szóval a Kossuth térre. Szóval az Index képeit látják közben a nézők. Szóval hirtelen úgy döntöttek, hogy jó, 5 pontot elfogadtuk, megszavaztuk, ez az alapja mindennek, de most akkor nyomatékosítsuk ezt az 5 pontot kinn az utcán? Fölmerült több forgatókönyv, hogy mivel tudnánk, hogy mondjam, elősegíteni azt, hogy elérhessük ezeket a pontokat, vagy szóval, hogy a követeléseinket teljesítsék. És akkor ilyenkor egy fórumon mindig elhangoznak pro és kontra érvek, és hát végül is úgy határozott a plénum, hogy kimegyünk az utcára. Szóval ez egy radikális dolog, amit most csinálunk. És azt hiszem, hogy ezt tök jó. De ugyanakkor van egy nagyon fontos dolog, a hosszú távú céljaink. Tehát, hogy mi úgy szeretnénk elérni igazából, hogy ezekből a pontokból legyen valami, hogy mi szövetkezzünk, hogy együtt cselekedjünk. Kivel? Hát elsősorban, és először az országban lévő összes más diákkal. Tehát, hogy az egyetlen jó ebben a kormányban egyébként, hogy megteremtette azt a lehetőséget, hogy végre annyira dühösek legyünk, hogy tényleg vegyük a fáradtságot, és elkezdjünk rendesen dolgozni azért, hogy elérjük azt, amit akarunk, mert tényleg... És hogy akarják elérni még azt, amit akarnak? Ugye a szegedi, az egy teljesen ottani helyi akció volt, hogy akkor menjünk a kormányhivatalba, és láncoljuk össze magunkat, és üljünk ott, és ők például meddig fognak ott ülni? Hát most beszéltem Szegeddel, és úgy tűnik, hogy legalábbis holnapig. Hogy aztán mi lesz, azt én se tudom, és igazából ők se tudják. Ott is volt egy nagy fórum, miközben egy csomó aktivista ült ültek benne az ehökösök és a hahások a kormányhivatalban. Azt nem tudom, hogy miből határozott a fórum. Én azt remélem, hogy majd nekünk is lesz olyan fórumunk, amikor az együttműködés különböző formáiról és az ellenállás különböző formáiról tudunk még dönteni. De most az utcán vagyunk. És mi lesz például a Kossuth téren? Tehát van valami forgatókönyv? Hát, spontán mondtam, írt forgatókönyv? Nem, hát a forgatókönyv az spontán íródik. Azért is jó, azt hiszem, hogy ez spontán íródik, és nagyon remélem, hogy ez jó lesz, és tényleg nagyon remélem, de azt remélem, hogy az lesz, mert mondom, nekünk volt egy csomó forgatókönyvünk, de ez nem volt benne. Tehát, hogy mi ezt nem terveztük de el. De most lesznek beszédek, vagy mit se, tehát hát nem lesz tudni semmit? Hát azt hiszem, olvasni az 5 pontot, az biztos. Az biztos. És akkor mi lesz holnap? Tehát arról a mai fórum határozott, hogy akkor ma utcára megyünk, holnap mit csinálunk? Hát holnap, és holnap utána főleg, ami nagyon érdekes, mert holnap után fogunk találkozni a BMN 4 órakor, ahol a HÖOK és még pár szervezet, a rektori konferencia. Rektori konferencia, igen. Pedagógusok. Köszönöm, PDSZ, igen. Szóval ott lesz egy fórum, amire mindenképpen azt mondom, hogy mindenkinek el kell mennie. Ez az ellenállás következő lépése. Igen. És egyébként várjuk, hogy mi történik holnap és holnap után Pécsett és Debrecenben. Tehát holnap, akkor Pécs és Debrecen, de itt budapesti akciókat legalábbis nem terveznek, de hát... Hát jelenleg most még zajlik, de amúgy előre kéne tervezni. Az egyik célja az lett volna ennek fórumnak, hogy nagyon sok különböző felsőoktatási intézményből gyűlnek össze emberek, és akkor tényleg azt hiszem, hogy az például egy elég fontos első lépés, hogy mi tudjunk egymásról, hogy mi tudjuk, hogy milyen követelésünk vannak, mindenhol legyenek fórumok, és mindenhol próbáljuk gyakorolni ezt a közvetlen demokrácia élményt. Ebből a közvetlen demokrácia élményből lett most ez a vonulás, és az azért fontos, mert az embereknek tényleg ilyen nincsen manapság, most Magyarországon nincsen, és ez kell. És hogy a hosszú távú céljaink között, hát ezek eléggé hosszú távú céloknak tűnnek jelenleg, de egyébként a hallgatói hálózatnak alapvetően tényleg az ideája, hogy majd egyszer olyan emberek fognak ülni az egyetemeken, akik azt csinálják, mint most. Tehát kimennek és megmutatják, és elmondják, hogyha, és kiállnak a jogaikért.
kiállnak a jogainkért. Az öt pontot, ahogy olvastam, tehát nem annyira pontba szedve jelentek meg, tehát hogy nem ilyen rövid tömör mondatokban, a különböző híradásokban, de így konkrétan én azt nem találtam benne, hogy azonnal vonják vissza a mostani keretszám csökkentést, hanem hogy 2,5 évvel korábban jelentsék be, tehát hogy ez most két különböző pont? Hát tehát igazából... a mostani csökkentéssel mi van? A mostani csökkentést is azonnal vissza akarjuk vonatni. Az is az egyik pont? Az van, hogy tényleg van egy rövid megfogalmazása minden pontnak, és van egy kifejtése, mert mégsem lehet skandálni egy ilyen összetett mondatot, aminek öt tagmondata van. De viszont fontos azt látni, hogy a keretszámokkal nem csak az a probléma, hogy most éppen lecsökkentették őket drasztikusan és nagyon hirtelen, mert az a 2,5 év, amit a fórum szavazott meg egyébként, mert ez nem is így volt az eredeti tervezetben, az azért van, mert igazából hát a gimnazista, aki elkezd tanulni azért, hogy bejusson valamelyik felsőoktatási intézménybe, egyszer csak azzal szembesül, hogy nincs támogatott szak. Decemberben. Hát igen. Hát hogy ennél nagyobb nonsenszt, és ennél hát szóval én tényleg szóhoz se jutok. Tehát ezért skandályoztatom meg, hogy mondja le Hoffmann Rúzsa, és ebben én nem nagyon találok kivetnivalót. Akkor figyeljük a további eseményeket. Köszönöm szépen, hogy itt volt.